Welcome to Home From Home. I'm Bryn Watkins, your guide as we explore the regions of Heidelbeerheim in Hungary and Bihor in Romania. Yeah. I love Hydro-Sebastian. How cool was that entrance? Summer is here, and I've come to Hydro-Sebastian in Heidelbeerheim to try and find out what it is that makes this small town in Hungary such a popular destination for tourists from all over Europe. I've got my tourist mode of transport here, so let's start off with a quick tour of the city. Hajdúszoboszló Debrecentől 21 kilométerre fekszik. A mintegy 23 ezer fős lakosú település Magyarország egyik legnagyobb termálvízű fürdőhelye. Itt szinte mindent megtalálunk egy helyen. A hajdúszoboszlói repülőtér is mindössze 200 méterre helyezkedik el a termálvizes strandfürdőtől. Az egész település szinte egy turisztikai szolgáltató központ. A vendéglátásnak ugyanis komoly hagyományai vannak errefelé. Bármerre járunk, kávézókra, éttermekre, termálvizes kényeztetést kínáló szállodákra bukkanunk. Itt felkészülten várják azokat is, akik nem beszélnek magyarul. Érdemes a helyi Turinform irodát felkeresni, ha magunk szeretnénk felfedezni a várost. Az információs kiadványok mellett sok helyen románul vagy lengyelül is ki vannak táblázva a látnivalók. Szoboszló első írásos említését 1075-ben találjuk, első Géza adománylevelében, amelyben az újonnan alapítandó Garam Szent Benedeki apátságnak adományozta Szoboszló vásár királyi vámjának a felét. Bocskai István hajdúkkal telepítette be a várost 1606-ban, innen kapta az eredetileg szláv eredetű településnév, a hajdú előtagot. Kerékpárral vagy gyalog is könnyen bejárható a település, és mielőtt belevetnénk magunkat a fürdőzés élményeibe, érdemes megtekinteni a helyi nevezetességeket. Ha eltévednénk, bátran kérdezzünk meg valakit az utcán, a helyiek mindig készek arra, hogy segítsenek. Hogy ezek alumíniumból készültek. Alumíniumból? Alumíniumból készültek, kérek szépen, és azért van ezeknek hangjuk tulajdonképpen, mert a harang testén hasítások vannak. Ez mit jelent? Ezek a magyar mondavilág, ősi mondavilág jelképei. The whole point of a trip to Hydro-Sebastian for most people is to come to the baths. And I'm here in one of Hydro-Sebastian's newest spa facilities, the Aqua Palace, with Melinda, who is the boss here. She's the manager. And we're going to talk a little bit about spa culture and bathing culture here in Hydro-Sebastian. Akkor azért lennék Hydro-Sebastian, hogy fürödni jössz. Mióta van ez? Honnan jött ez a kultúra? Már a 1920-as években megkezdődött itt először egy olajfúrás, amit Pávai Vajna Ferenc geológus végzett, és akkor 25 után találtak itt Hajdúszoboszlón gyógyvizet. Akkor nem találtatok a vízet, hanem víz. Hanem a gyógyvíz tört fel, igen. Nem voltak még medencék, úgynevezett sárfürdő volt, amikor kivájtak a földből egy-egy üreget, és abba jött a gyógyvíz. Csak kint egy lyuk. Igen, kint a szabadban, és úgy folyt körbe a medence körül a gyógyvíz bele a medencébe. Aztán majd a későbbiek folyamán kialakult itt a gyógyfürdő Hajdúszoboszlón, akkor már medencékkel, és egyre, ahogy teltek az idők, egyre többen és többen érezték ennek a gyógyvíznek a jótékony hatását. Ugye reumatikus betegségektől kezdve nőgyógyászati problémákra nagyon sok jótékony hatása van a víznek, és egyre-egyre többen jöttek, úgy indultak be itt Hajdúszoboszlón és a beruházás. Mert most az egész már teljesen más, és most már sok medencé van itt. Akkor mi van itt Hajdúszoboszlón? Mit lehet most csinálni? Már a gyógyfürdőn túl strandfürdő is épült hozzá, illetve ez az új fedett komplexum, a fedett élményfürdő. Tavalyi évben, 2010-ben került átadásra, valamint 2000-ben Magyarország első csúszdaparkja is itt épült Hajdúszoboszlón, ahol 9 nagy óriás csúszda van itt a strandfürdő területének a végén. És mi ez? Mi az Aqua Palace? Mert ez nem a 80 éves, hanem nem, ez nagyon új, ugye? Nem. Ez egy fedett élményfürdő, ami abból áll, hogy ugye
csak fedett medencénk vannak, illetve napozó teraszaink, de a strandfürdővel és a gyógyfürdővel is összeköttetésben vagyunk teljesen, tehát egy belső átjárón átjöhetnek, illetve még szállodával is közvetlen kapcsolatban vagyunk. Ugye ennek a legfőbb célja az volt évekkel ezelőtt, amikor elindult ez a pályázat, ez egy uniós nagy projekt, 5 milliárdos költségvetéssel volt. Az volt a fő cél, hogy ezt a nyári szezonalitást, ami itt a strandfürdőben van, ahol több ezren és tízezren is meg tudnak fordulni egy nap, hogy egy kicsit kitoljuk egész évre, hogy ne csak májustól szeptemberig jöjjenek ezek a fürdővendégek, illetve hogyha a strandon nyáron rossz idő van, esik az eső, akkor is legyen egy alternatív választása a vendégnek, gyerekekkel, fiataloknak, olyan szolgáltatásokat alakítottunk ki. Akkor most az egész évben sok vendég van. Ez egész éves fedett élményfürdő, de ugyanúgy mellette még a gyógyfürdőnk is nyitva van egész évben, ahol nyilván egy idősebb korosztály a betegek rehabilitációs céllal, akik a gyógyvizet keresik, azt ott fel tudják találni. Gyerekeknek ugye 14 év alatt nem ajánlott a gyógyfürdő, tehát nekik kifejezetten ezt a fedett élményfürdőt tudjuk ajánlani. Az egész medence kívül van itt egy pár érdekes gyógykezelés is, az igazi akkor lehetőség van itt. Például mi van? Igen, tehát a gyógyvíz mellett reumatológus orvosaink is vannak, és több mint 70-80 gyógymasszört is alkalmazunk, akik masszíroznak. Tehát igazi masszázsgyár. Ezeket, hát nem csak masszázs van itt, hanem különböző fürdőkúrák, gyógykúrák, amit igénybe tudnak venni, tehát a kezelések a gyógymasszázson kívül súlyfürdő van, elektroterápia, mágneses elvű további kezelések, kiszappakolás. Nagyon ijesztő hangzik. Ezek kifejezetten gyógyhatásúak, tehát van a termálvíznek az ürüléke, az üledéke, ami letapad itt a medencékbe, és az a iszap, csónakázó tónkban ezt termeljük, és ezt az iszapot melegítik fel, és nagyon jó reumatikus problémákra, térdre, könyökre, hátra, tehát ezt úgy hívják, hogy iszappakolás, ez is egy nagyon népszerű a súlyfürdő mellett. Tehát rengetegen jönnek ide is azért, hogy egy-két hétre ezeket a fürdőkurákat felvegyék. Jó, akkor nagyon jó hangzik, szerintem egy kicsit megyek majd egy belenézni, és talán egy kicsit kipróbálom majd az egész lehetőségét, szórakozás és gyógy lehetőség is, de köszönöm nagyon szépen az információt. Come to try something very exciting now, which, as far as I know, we don't have in England. It's called a Schweifurdu, a weight bar. And I'm here with Ernu, who is one of the masseurs here at the bars. And he's going to tell me a bit more about it, and I'm even going to get to have a go, though technically you should have a prescription from your doctor. Basically, the idea is, I think,
that they hang you in some water, maybe with some weights strapped to you, and the idea is it will stretch your spine and all of your back problems will be cured. Akkor nem jól értem, hogy hogyan működik ez a... Mert nekem, mint valami középkori halálgép néz ki. Csak azt tudom, hogy van súly, és van fürdő. Most mit csinálunk? Most felrakunk egy ilyen derék hántot. Ó, ez heavy. Ó, ez nagyon nehéz. Ó, felmúlkára. I can't understand why this never caught on as a fashion. Ez mennyi soly? Egy? Az 2 kiló. 2 kiló, akkor még minden 2 kiló. 2 és 3. Ó, ezek a az 3 kiló. So, I'm in the water now. We got rid of the weights because they were a bit heavy. The water is thermal water. It's nice and warm. But sadly, I'm not here to swim. I'm surrounded by these terrifying looking devices and apparently I'm about to be hung by my neck. Segíts, mit csinálom? Megfordulsz, megpámaszkodod a partára, szóval, és hátodsz lehetetlenül. Oh, they shake! Rezeg! Yeah. Oh. Igen. Ez felerősíti a kezelés hatását. Uh-huh. És ezt akarunk? Ezt kell. Egy kis segítség, ezt ilyen. Igen, ezt beakasztjuk. Egészen szorosan. Uh-huh. És most lassan leengedem. And now I actually just hang myself. Lassan leng. And I let go, yeah. És ez mit csinál most? Most csak pihenni kell. Pihenni? Ebben a szituációban. Fordulok ezt. És mennyi idő maradnom kell? Maximum 15 perc. Max, igen, szerintem az már elég lenne. This is actually an incredibly uncomfortable situation. It's shaking, it really hurts your face, but I'm sure it's doing wonders for my back. That's the end of my time here in the bath now, and what better way to finish it off with a relaxing, if slightly painful, Thai massage. A Lovashajduk városa talán a mai napig egy poros alföldi kisváros marad, ha a károlyi kormány vezetői az alföldi mélyfúrások megindítása mellett nem döntenek. 1918-ban a hazaszeretetéről híres tudóst Pávai Vajna Ferencet nevezték ki a kutatások geológus főmérnökévé.
Hajdúszoboszlón a város élete 1925. október 26-án változott meg, amikor is egy kutatófúrás során olaj vagy gáz helyett csupán termálvíz tört fel 1091 méter mélységből. A környékbeliek rendszeresen zarándokoltak a 73 fokos forráshoz, melynek furcsa, kénes és jódos illatú vize nem csak melegítésre volt alkalmas, hanem mindenféle ízületi bántalmakban szenvedő, derékfájós embereknek is gyógyulást hozott. A gyógyvíz a kialakuló gyógyfürdő és strand, és a fürdőturizmus teljesen átalakította a települést, amely gyors fejlődésnek indult. After a few hours at the spa, I am completely relaxed and completely detoxed, but I'm also really hungry. And so I have come to one of Hajdúszoboszló's oldest buildings, which is home now to the restaurant and bakery Nelson. And I'm here with Tamás, who is one of the chefs, and he's going to show me how to prepare a light summer snack, which is going to be grilled turkey served on a bed of green salad with a raspberry vinegar dressing. Nagyon finom hangzik. Mivel kell kezdenünk? Először is kezdjük azzal, hogy a pulyka mellett felvágjuk olyan másfél centis kockákra. Jó, kis kockák. Akarod csinálni, vagy segítsen? Csinálhatom. Tessék, parancsolj. Jó, köszi. Akkor kicsi... Igen. Jó. Egy picit attól lehet nagyobb. Jó, úgy? Úgy jó lesz. Jó. Úgy. Nagyon-nagyon éles ez a igazi étteremkés. Igyekszünk. Jó. Utána ezeket a pulykamál kockákat egy kis vajon lesütjük, egy picit megsózzuk. Jó. A húst. Próbáljuk meg egy kicsit összefogni. Rákjárnak só mindenhol. Wow. Well, it's a real... Nehezebb, mint gondoltam. Jó. Akkor ebben sütünk. Igen. Mennyi kell? Egy olyan fél deci. Decinyi. Még tehetsz. Deci, az nekem nehéz, mert angol vagyok, Angliában nincs deci, nem jól tudom, hogy az mit jelent. Az elég? Ez elég lesz, igen. Jaha. Megvárjuk, míg fölolvad a vaj. Azt hiszem, jól lesz beletenni. Akkor lassan megsültek a húsok. Aha. Félrehúzzuk a tűzhelyről, és akkor azt hiszem készítjük el a salátáját. Jó, igen, igen. Jó. Van itt nekünk egy keverőtálunk, akkor azt hiszem csinálhatod. Aha, persze, gondolod. Persze. Salátát, az, szerintem az tudtam. Akkor mi lesz benne? Lesz benne madárvegy saláta. Jóha, az iceberg salát, ugye? Jég saláta. Jóha. És rukkola. Rukkola. Ezek lesznek a főbb alkotó részei. Akkor minden háromból az egész? Nem muszáj az egészet. Ez a kedvencem, rukkola nagyon tetszik nekem. Belevágjuk a zöldségeket, teszünk bele kaliforniai paprikát és uborkát. Kicsit félrehúzzuk így a deszkánknak a szélére, és beízesítjük a salátánkat. Teszünk rá egy nagyon pici tökmagolajat. Igen. Teszünk rá egy nagyon pici málnaecetet. Nagyon jó. Mert soha nem kóstoltam málna ecet. Nagyon jó. Mennyi kell? Egy nagyon pici. Úgy körülbelül egy lesz. Még majdnem egy kicsit sok is lett, de jó lesz. Kicsit olyan zsem illat, mint a fogyi. Igen, van egy kis olyan beütése. Teszünk bele egy pici őrölborsot. Egy nagyon picit.
sózni majd csak akkor sózzuk meg, hogyha tálalás előtt, mert akkor elengedi a levét, és akkor igen, nem akarok a salátát. Lesz, jó. Rendben van. Jó. Akkor ezt összekeverjük, ezt a salátát, friss salátát. Nagyon jó lesz, egy kicsit, hogyha megnyomod, megtöröd, hogy az ízek. Úgy jó, csak óvatosan. Úgy jó lesz. És akkor lassan elkezdjük a tálalást. Így, azt hiszem ennyi elég is lesz. Most teszünk rá egy nagyon pici sót, de egy nagyon picit, szór meg egy pici sóval, így körbe a salátát. Jó, megszórjuk tökmaggal, amit előre megpirítottunk, pirított tökmaggal. Jó, annyi elég lesz. És akkor a lilahagymát ráhelyezzük a tányérnak a két szélére, a lilahagyma kockákat. Nagyon jó lesz. És akkor most már csak a díszítés maradt hátra. Amit meg úgy készítünk. Mivel díszítünk? Egyszerűen csak paradicsommal és petrezselyem zölddel fogunk díszíteni. Jó. És egy kis spagettivel megdíszítjük a tetejét. És készen is vagyunk. Nagyon szép. Most nem akarok kóstolni, az túl szép. De mégis kastályog, csak meg kell kóstolni. Jó, akkor ez most kész. Egy serpenyőben külpultam el. Jaha. Egy málnaecetes zöld salátával. Egy málnaecetes tökmagolajos zöld salátával. Jó, kastályog. Akkor én jó étvágyat kívánok. What should I start with? Először. Nagyon jó. Ízlik? Nagyon. De nekem a legnagyobb keres az a salotta, hogyha mint manna. Ízlik. Oh. Real salad in Hungary. Igazi salata Magyarországon. Az nem tipikus, with rocket and watercress and real food for real people in summer. Ez nagyon izgalmas. Köszönöm nagyon-nagyon szépen, nagyon finom lett, és nagyon szép is lett. Szerintem az jó, hogy egy nyári kaja itt egy luxus hétvégen Hajdúszoboszló, nagyon szép lett. De jó, köszönöm nagyon szépen. Egészség. Hajdúszoboszló is a popular destination for Romanians, and over the past few years, ever more Romanians have been buying houses here in the town. I've been invited to come speak to Anna, with a cup of tea, about what it is that Romanians like about the village. When did you first come here? Când am venit prima oară în stațiune, acum 5-6 ani, când nu aveam aici acasă. Am venit în stațiune. Așa am venit pentru câteva zile, știți? Și pe urmă am umblat și ne-am luat, am încercat și ne-am luat acasă, că ne-a plăcut. És miért tetszett annyira itt? Ne-a plăcut, pentru că sunt oamenii de-o minie, ne înțelegem, e frumos. És hogyan működik itt Hajdúszoboszló az élet a romanoknak? Vinni. Van nehézség a nyelvvel? Nem. Beszélnék magyarul, vagy csak románul? Eu, din păcate, nu băiatul și nora vorbește. És az jó itt a szomszédekkel, mert ők magyarok, ugye? Noi venim la o cafea, mai vin aici la un suc, mai la o poveste, mai frigem slănină. It's our second day in Hajdúszoboszló, and after one day exploring the town and looking at the thermal bath, I've come now to try out the aquapark. It's a centre for those who like their water with a splash of adventure, full of slides and rapids, and I'm here to give it a go.
What a great weekend it's been here in Hajdúszoboszló. A real summer adventure. I hope you've enjoyed it as much as I have, and I hope you'll join us next time on Home From Home.